most már közel 400-ada annak, hogy először belépett ebbe a templomba. Emlékszik még azokra a percekre, azokra a napokra, mikor először mondjuk ebben a templomban találkozott a hívekkel? Hát hogyne, az ember életében felejthetetlen minden új pillanat és egy lelkész életében különösképpen az, amikor egy új helyre kerül, és meg kell ismerni annak az új helynek a szokásait, meg kell ismerni a gyülekezetet, meg hát a templomot is minden örömével, gondjával, várható, vagy esetleg későbbre tervezett feladataival. Az ember életében, egy közösség életében, de egy templom, egy szent hely életében is, hát bizony vannak ilyen fordulópontok. Ennek a templomnak hogyan alakult az elmúlt 100 éve? 1892-ben építették ezt a templomot, és ugye ez a németvalósi gyülekezetnek a temploma. Ez azt jelentette és azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt ennek a közösségnek a kultikus helye, imádságos lelkiségének a helye. És nagyon büszkék is voltak, és büszkék ma is erre a templomra. Itt az elmúlt időkben, évtizedekben sajnos nem tudtunk erre a templomra megfelelő anyagi koncentrációt fordítani, egyszerűen mert nem volt lehetőségünk. A gyülekezet, bármennyire nagy gyülekezet, a gyülekezet saját erejéből egy ilyen nagy templomot nem tud renoválni. Egyetlen esélyünk maradt itt az utóbbi időkben az, hogy pályázunk. Tehát a figyelem az megvolt, a gondoskodásnak az igénye az megvolt, csak a hozzávalók négy szemére ne azt hiányzott. Pontosan így van. Régi vágyunk, és sokat beszélgettünk a gyülekezettel is arról, hogy ők is igénylik, és mikor kerül már rá a sor. Tehát egyfajta ilyen belső nyugtalanság is volt, látva azt, hogy a Kossuth-téri templom az nagyon szépen kialakult pályázattal, mikor kerül már erre a sor. És nekik is elmondtam, sokszor elmondtam, hogy itt nem arról van szó, hogy erre ne koncentrálnánk erre a templomra, hanem csupán az anyagiak elérése, tehát a financiális okok játszottak közre, hogy nem tudtunk eléggé ide fordulni és ezt a templomot helyre állítani. De örülünk annak, hogy most eljött ennek az ideje. Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, nem túl sokat, mondjuk legyen 15 év. Még emlékszem élénken, hogy milyen volt az a tetőzet, amit kijavítottak. Hát becsorgott a víz. Tehát ez egy jött segítség. Megpróbáltunk keresni forrásokat, akkor még nagyon szűkösek voltak a források. Az már óriási eredmény volt, hogy a tetőt rendbe tudtuk tenni, és kívülről a templom kapott egy felújítást. De azt tudtuk, hogy ez csak kívülről történő megújulás, attól függően még belülről rengeteg munkát el kell végezni. És hát azokban az időkben, a 90-es évek közepén, akkor nagyon komolyan foglalkoztunk azzal a gondolattal, hogy keressünk olyan csatornákat, amelyek összekötnek bennünket az itteniek eredetével. Így jutottunk el Németországba, és így találtunk kedves segítőkre Észak-Rajna-Vesztfáliában, a Mörszi gyülekezetben. Egészen odáig alakult ez a kapcsolat, hogy vendégünk volt a Bundestagnak egy képviselő nője, aki itt megtapasztalhatta azt, hogy milyen a németvalósi vendégszeretet. Én még olyan estét itt nem láttam, mint ami akkor volt. Az egyszerűen csodálatos, örvendetes volt, meg megrendítő is volt, és ezt nem csak én mondom, hanem azok, akik vendégeink voltak. Ennek a kapcsolatnak a következménye lett az, hogy az akkor épülő idősek otthonához is kaptunk a német testvéreinktől segítséget. És sokszor találkoztunk, úgy Németországban, mint itt is velük, tehát ez a kapcsolat ez fennmaradt. Aztán 2005-ben, ha jól emlékszem, 2005-ben volt egy kevés és sikeres beruházás, most viszont valami egészen újat látunk. Azt hiszem két évet pihent a levelt vakolat. Két éven keresztül szellőztek a falak, szellőztek a téglák, addig mi csak nézegettük őt kívülről, és azt néztük, sokan azt látták az egészben, hogy hát igen, megint valamit elkezdtek, aztán nem akart befejezni. Abszolút nem így történt. Ezeknek a régi épületeknek az egyik akut problémája a szigetelés hiánya.
ez itt ennél a templomnál is jelentkezett, és több alkalommal volt már olyan jellegű renoválás, hogy láttuk, hogy a fal vizesedik, leverettük a falat, és mikor milyen vállalkozó jött, mikor milyen anyaggal dolgozott, megpróbáltuk eltüntetni azt a vizes részt. Ez hol sikerült, hol nem. Legutóbb nem sikerült. A közel 2 méter magasan vizes falazatot kívülről, belülről levertük. Ezt a gyülekezet saját erejéből végezte el, és teljesen a fugákat is kitakarítottuk, és azt mondtuk, hogy a szinte sáros vakolattal nem tudunk semmit sem kezdeni, hanem ki kell szárítani a templomot, ezt szakemberek is javasolták, 2 évig pihent így a templom, csontszárazra kiszáradt. Tehát akkor ez szándékos volt. Szándékos volt a közönség, nagy része pedig azt hitte, hogy hát igen, igen, valamit elkezdtek. Persze, hát láttuk azt, hogy itt valamit kezdeni kell, mert bármennyire laikusok vagyunk, azt mi is tudtuk, hogy ha a fal nem tud szellőzni oldalra, akkor felfele húzódik a víz, és ezt meg kellett akadályozni. Találtunk egy olyan miskolci céget, amelyik elhelyezett egy olyan szerkezetet a templomba, amelyik még hozzájárult ahhoz, hogy itt a falazat száradása az felgyorsuljon, és így indult el az a pályázat, amelynek kapcsán most itt vagyunk. Nem csak erről szól az a történet, hiszen megújult a templomnak a gépészeti szerelvényezése. Konkrétan majdnem teljesen nagy a villanyszerelés is. Akkor, amikor sikerült líderes pályázattal 15 milliós nagyságrendű forrást elérni, akkor felmértük azt, hogy mi fér ebbe bele. Ami belefért, ami a legfontosabb volt a templom falazatának a rendbetétele, azután az ablakoknak a cseréje, szimpla ablaküvegek voltak, és most kaptak egy hőszigetelt és matt ablaküveget az ablakok. Azután fel kellett újítani a templomnak a villamos hálózatát is, és nyilván majd az egész belső felújítás, tehát gondolok itt a plafonnak a rendbetételére, az egész falazatnak a rendbetételére, és majd a végén a padoknak a lefestésére. Most egyelőre csak ennyi fér bele. A komfortzónánkat az ugye meglehetősen elkényeztette, hogy a Kossuth téren fűtöttek a padok. Itt is tervezzük, hogy a gyülekezet méretének megfelelően legalább a 2 első padrészben mindenképpen szeretnénk fűtést építetni, majd ahogy a lehetőségeink engedik.